Nagy szeretettel köszöntjük a VNTV, avagy Viva Natura televízió kedves nézőit. Önök ezúttal referens sorozatunkban Gyimesi Zoltánnal és Dienes Istvánnal beszélgetésünket látják. A Bhagavad Gita könyvecskét tartom itt a kezembe, 800 oldal, nem csak 650, csak 650 oldal. És igazából én több alkalommal már a Krisna közösség vendége lehettem, több példányt megvásárolhattam, illetve kaptam is, és akkor megjelentél egyszer Dinunálom ezzel a könyvvel, amit Gyimesi Zoltán adott ki. Maharishi, a tanítómestered részéről, az ő arcképével újból megjelent ez a kezembe, és akkor én igazából nem tudtam, tehát néztem, mint Pulyka Lucernácsban, hogy egy magyaros fordulatot tegyek, hogyha már van egyszer egy Bhagavad Gita, akkor miért kell még egy Bhagavad Gita? Ez lenne az első kérdésem, ami szerintem a kristnások is föltennének nektek. Nagyon örülök, hogy egyszer oda tudjuk nekik ezt adni. Miről kell beszélgetni ezzel kapcsolatosan? Jó, hát ki kezdje? Kezdjem én? Kezdhetem. Jó. Hát egyrészt ez már úton volt ez a mű, már azért meg kell azt említeni, hogy ha időrendben nézzük, tehát ez a mű hamarabb megjelent, mint a náluk. A Bhagavad Gita, az ő által készített fordítás és az ő tanítójuk által készített kommentár időrendben az ezután született, jó, mert ez 67-68 környékén jelent. 65. 65, bocsánat, és az ő verziójuk az 70-es évek elején valamikor. Tehát ez abban az időben egyébként egy ilyen sorsfordító mű volt, és Maharishinak ez is volt vele valahol a cél. Tehát nagyon sokat gondolkodott az elején, mert pont ezen. Mert maga a Bhagavad Gita, az ugye a Mahabharata nevezetű történetnek a központi magja, tehát ez egy örökérvényű tanítás, ez is egy párbeszéd, tehát ez már itt létezik legalább idestől 7-8 ezer éve. Ugye a hinduk alapvetően egy ilyen szentíratként kezelik, mint mondjuk a keresztények a Bibliát, tehát maga ez a szöveg így tisztán csak a versek és a benne lévő tanítás, az itt van velünk emberiség óta. De hogy miért igényel időről időre esetleg kommentárokat, tehát hogy miért gondolja úgy néhány tanító, hogy esetleg ezt a művet azon, hogy az emberek végül is elolvashatják, és mindenki gondolja, amit gondol a tanításról, és próbálja ezt alkalmazni. Ezt pedig hát én most visszadnám majd úgy a választ arra és az olvasóknak, hogy Maharishi a könyv elején egy viszonylag igen hosszú kis bevezetőben ezt elmagyarázza. Tehát ezt elmagyarázza, hogy miért volt erre szükség, hogy bár a Bhagavad Gitának nagyon-nagyon sok vetületét, filozófiai mély tudást tartalmát, a szívünk, az érzelmi világunk dimenzióra vonatkozó tanításokat, ennek hatását a társadalomra, az emberiség szerepére, a dolgokra, tehát mint egy nagyon átfogó tudás egyébként átfogó, úgy is szoktak ráhivatkozni, hogy a védák eszenciája, tehát ebben a néhány ezer versben, ugye a Bhagavad Gita teljes tartalma, igazából a teljes védikus tudás eszenciája van átadva, ilyen gyakorlati módon, hiszen ez egy csata közepén van, egy turván fél óra alatt átadva, ez mutatja az is, hogy a végső tudás ennyire alatt átadható. Ez a másik zsenialitás egyébként a tanításnak, de időről időre, ugye, tehát milyen más-más nézőpontokat emeltek ki tanítók, Maharishi úgy érezte, hogy van a tanításnak pont a második fejezetben egy nagyon-nagyon fontos gyakorlati oldal, ahol végül is Krisna Arjunával egy technikát oszt meg, amiről pont az előbb beszélgettünk, hogy most, amikor te is itt elvesztél egy pillanatra itt a csata hevébe, és nem tudod elmenteni, és végülis miért vagyunk itt, mit csinálják, hát a túloldalon családtagjaim vannak, hát most itt mindjárt háború lesz, hát én nem akarok itt harcolni, nem akarok megölni, meg engem most megvezettek, vagy valami. Tehát azt mondta Krisna, oké, nyugodj meg egy kicsit, és akkor elkezdenek beszélgetni, és végülis utána ki ad egy technikát, hogy akkor hogyan emelkedjen ki ebből az egészből, és nyerje vissza újra azt a tiszta látásmódot, azt a tiszta tudatosságot, azt a igazi önvalóját, amiből ő volt eddig is, csak most egy pillanatra annyira ragadt az életheve, az élet csatatere, hogy hirtelen elveszítette úgymond ezt a tiszta látásmódját, és ez sok műben már itt az évszázadok alatt így a háttérbe sorult, nagyon mély tudásokat, filozófia és egyéb
tartalmakat kiemeltek, és azok is önmagukban csodálatosak, hiszen voltak előtte Sankarától, másoktól is ugye írások, és azok mind zseniálisak, amit a kristnások is megtettek, nyilván az is egy olyan oldalát világítja, hogy tényleg nagyon fontos az emberiség és az ember fejlődésében, de Maharishi úgy érezte, hogy van a tanításnak, amit ugye az ő mestere is, és az a hagyomány, ahonnan maga ez a tudás is ered, hiszen Krisna ebben a műben el is mondja, hogy ugye ennek a technikának ugye ő a forrása, és ugye a jóga ugye tanítása, tehát hogy úgy érezte, hogy az az egy vers és az az egy mondat itt az évszázadok alatt egy picit ilyen homályba szorult, és pont ott adták neki a technikát, hogy azt úgy mindenki egy kicsit benézte, hogy ott egy technika. Milyen technika? Hát ez a technika, ez a túllépés, a transzcendálás. Tehát hogy éppen annyira bele is tudsz merülni ebbe a dologba, éppen annyira hoppi, ki is tudsz belőle jönni. Tehát ott van az ellenség a túloldalon, aki a rokonaimból. És szüleid, meg tanítómestered, meg akiket meg kell ölned. Igen, már most ez van. Ez hogy tudod transzcendálni? Igen, és hogy lép túl, hogy látsz tisztán, hogy figyelj, ők döntöttek úgy, így is, és itt már ez eldőlt, tehát itt most már tenned kell a dolgodat. Így, hogy visszanyerd ugye magyarul a józan eszedet, tehát nyerd vissza a józan eszedet. Most azt mondjuk, hogy nyerd vissza a tiszta tudatod, nyerd vissza az önvalód, ami az eseményeken túl van mindig. Tehát az a valóság, amiben ezek a dolgok csak olyan, mint egy film. Jönnek, mennek. És az időtlenség szemszögéből hány csata lesz még, meg hány ilyen történet, és dolgok jönnek, mennek, és az egész mű ezt boncolgatja. Az elején fölvezeti, hogy hát ez van, és utána itt ez a nagyon fontos, tehát ad egy technikát. Tehát nem filozófákat, egy technikát ad neki, hiszen ott állunk a csata közepén. Tehát nem beszélgethet vele órákat, egyebek, hanem akkor neki ott egy technikát kell adni, mert látta, hogy most visszaestél, bum, gyere ki. És ez minden embernél ott van ez, mert ez nem olyan technika, hogy akkor meg kell érteni, hanem egyszerűen a lényünkben van iktatva ez a kapcsoló, ez a lehetőség. És ugye hát ezt hívjuk ma úgy, hogy transzcendálás, vagy a transzcendálás természetes folyamata, tehát az, hogy a tudat amennyire bele tud merülni egy tapasztalásba, a tudatos érzékelés pillanatok alatt ki is tud belőle jönni, csak ez a másik, a visszavezető út, és akkor felveszi újra a saját alapértékét, a tiszta tudatosságot. És igazából vissza és lezárjam itt a mondandómat, tehát ezt éreztem Maharishi sok-sok év után, hogy ezt a technikát végül is tanította, hiszen ugye ő is annak a hagyománynak volt a képviselője, aki ezt a technikát tehát tanítja most már évezredek óta az emberiségnek, csak voltak idők, amikor csak néhány embernek tanították, mert úgy volt, aztán utána tömegeknek is, megint néhány ember tömege, és hát most megint egy olyan korban vagyunk, hogy nagyon sok ember ébred rá. Ezt megint te fordítottad egyébként? Ezt én fordítottam megint, igen. Tehát, hogy akkor vissza a kérdés, hogy Magyarországon azért több százezer példányban eladták már a kristnások, vagy nem eladták, oda adományozták ezt a könyvet, igen, embereknek, hogy mi a motiváció az, hogy ez a könyv megjelenjen? Megint nagyon hasonlóan tudok válaszolni, mint a korábban a Vasista Jóganál feltett kérdésedre. Amikor olvastam ezt a könyvet a mesteremtől, itt lehet egy aprócska kis félreértés. Maga a Bhagavad Gita, azok szanszkrit versek. Ha ezt a 650 oldalt nézzük, akkor ebből körülbelül, ha a kommentárt kivágnánk, akkor kb. 20 oldal lenne. Tehát maga a könyv az nem más, mint Maharishi Mahesh Yoginak a kommentárja a Bhagavad Gita-t. Maga a Bhagavad Gita, mint az egy szanszkrit szent írat, ez létezik évezredek óta. És időről időre bölcsek, szentek írnak hozzá egy kommentárt. És amiben különbözik az, hogy ezt a kommentárt, ezt Maharishi Mahesh Yogi írta. És Maharishi azt mondta, hogy ő ír most egy olyan kommentárt, nem akarom az előszót idézni, ami ennek a kornak, annak a kornak és abban a korban, amiben élünk, a legnagyobb szüksége van rá. És sokan úgy gondolhatják, mert ugye a krisnások, a krisna tudata, ugye ez egy vallás. Maharishi Bhagavad Gita kommentárja nem vallási megközelítésű, hanem tisztán tudat alapú megközelítésű, azzal együtt, hogy teljes mértékben elfogadja és leírja Krisnának, mint az abszolút megtestesülésének, mint isteni lénynek a jelentőségét, de nem vallási oldalról van ez megközelítve. És maga ez a mű sem egy vallási filozófiai mű.
nagyon-nagyon fontos, hogy ez a könyv, nem a legjobb szó, de a hétköznapi embernek van számva, nem a filozófusnak. Ez a szó, az legelső vers úgy kezdődik, hogy Dharmakszétré, Kurukszétré. Maga ez a háború a Kuruk földjén történt meg. De ami nagyon lényeges, hogy Dharmakszétré azt jelenti, hogy ez az életben is velünk történik. Maga az egész mű és a kommentár azt emeli ki, hogy a szív és az elme közötti háborút hogy tudjuk túllépni. Amikor van egy háziasszony, van egy ember, van egy fiatal szerelmes, van egy politikus, van egy harcos, egy katona, egy rendőr, bárki, mindenki a nap 24 órájában találkozik olyan döntésekkel, ha tényleg akár csak egy rendőr, egy bűnözővel, egy valami, egy nyomozásnál, vagy bárhol, bármikor találkozunk olyan döntésekkel, amikor az, amit gondolunk, illetve az, amit érzünk, az nem túlzottan harmóniában, hanem nagy Isten egymással ellent van. Maga a Bhagavad Gita története az egy olyan, amikor az elme és a szívben lévő egyet nem értés megnyilvánult a világtudatban. És Arjunának helyet kellett foglalnia, ki kellett állnia az igazságosság oldalán a saját családtagjaival szemben is. És ugye ez egy olyan helyzetbe kényszerítette, ugye egy nagyon nagyba, amivel mi piciben, vagy akár nagyba rendszeresen találkozunk. És maga a mű, maga a kommentár, azért nagyon-nagyon időszerű, visszatérve a korábbi kérdésed, hogy miért van szükség védikus, mi haszna védikus tanításoknak a 21. században. Pont az, mert ebben a korban most hihetetlen nagy szükség van arra, hiszen rengeteg inger minden ér minket, hogy képesek legyünk tisztán dönteni, és az egymással ellentétes, helyes döntések között is kiválasztani azt, ami nem az egyéni döntésünk szerint, hanem egyfajta szabadabb, egyfajta tisztább nézőpont szerint helyes vagy igazságos. És az a, csak hogy reflektáljak Dinónak, igen, ez a második fejezetben, a 45. versben van, hogy Yogasthak Kuru Karmani. Ez egy mondatban az a technika, amiről Dino is... Nitrogyuno Bhavarjun, az a másik mondat. Igen. Hogy az egységben megalapozódva cselekedj. És maga a tanítás és a kommentár is arra vonatkozik, hogy érjük el. Tehát nem azt mondja, hogy most itt, ahol vagy, te tudsz helyes döntést hozni. Mert igen, amikor a probléma szintjén vagyunk, a problémát látjuk. Azt mondja, hogy lépj ki, emelkedj ki a megoldás szintjére, emelkedj ki arra a tudatállapotra, amikor egységben vagy, kivel? Istennel, önmagaddal, a létezéssel. Az egységben vagy, a jóga azt jelenti, hogy egység. És abban az állapotban cselekedj. És ott nincs jó és rossz és fehér és fekete, hanem ott teljesen természetesen minden cselekedetünk harmóniába kerül a természet törvényeivel, Isten akaratával vagy az élet folyásával. Mindenki válasz, aki a még szimpatikus neki, és maga ez a könyv, ez a kommentár, ez ehhez segít minket hozzá. És azon az értelme, ahol filozófiailag is megértjük, megértjük, de hogyha nem ástuk bele magunkat túlságosan mélyen, akkor is, tehát mindenkinek tud adni, mert mindenki találkozik a gyermeknevelés kapcsán, a munkahely kapcsán, amikor a szíve összeütközésbe kerül az elmével, és maga ez a könyv, ez a kommentár arra született, hogy elhozza annak a módszerét, annak a tanítását minden ember számára, hogy hogyan tudunk békét teremteni a szívünk és az elménk között. Jó, én szerintem nagyon jó körbejártuk, ez nekem az jutott eszembe erről, hogyha 100 év múlva ülünk itt, ugye már rég az enyészeté lesz a kis csontocskánk, mit lehet tudni, hogy ki tudja, hogy ugyanerre a kis versenytetetre az akkori Maharishi, nem tudjuk ki lesz ő, annak a kornak a kor magyarázatát fogja, kor lélektanját fogja, annak a szemszögéből fogja megvizsgálni, és addig lesznek ilyen Maharishik, amíg az ember le nem száll el a hülyeségről, az, hogy háborúkat csinál, és a tudatszintjét felemeli oda,
ahol van, nincs szüksége háborúkra önmagával és a világgal. Hát itt ez a háború, az, hogy Zoli utalt rá, ez egyszer egy olyan metafora, ami alapvetően abban a században is menni fog, csak legfeljebb nem így fogunk háborúzni, mert ahogy Zoli mondta, tehát amíg nem kerül be az ember abban a végső létezés egységébe, ami valójában az igazi létünk, az igazi életünk, és abban éljük az életünket, és ha űrhajók lesznek, abban mennek az űrhajós. Igen, ugyanezt próbáltam elmondani. Igen, tudom, mondani, hogy... történeteink. Tehát addig ennek a műnek mindig lesz szerepe, viszont Maharishi ebben azt világította meg még egyszer, hogy a műben van egy olyan elmozdíthatatlan zéró pont, nulla pont, az a kapcsoló, a technika, ami viszont örök. Tehát az mindegy, hogy mikor fogja valaki újra ülni, hogy rámutatni, hogy az ott a lényeg, és a többi az csak ehhez a körítés. És a körítés szemszögéből persze mindig lehet forgatni, hogy melyik korban, melyiket emeljük ki, vagy melyik színezetét világítjuk meg, de nem világítjuk meg ezt a zéró pontot, aminek viszont a többi sem tud pörögni, akkor a mű alapvetően alapját veszítette. És Maharishi azt érezte, hogy most évezredek óta pont ez a zéró pont, pont a zéró pont, az elveszett. Most van egy csúnya kérdésem, hogy a Krisna tudatú közösségek ugyanezt a verseket értelmezik. Ja. Szerinted az ő tudásukba bejön ez a fajta dolog? Ugye nagyon tisztelem, meg csodálatos életet csinálnak ebből. Nekik lejön ez, hogy ez az hát egész? Hát ezt őket kell megkérdezni, ezt őket kell megérdezni, mert tanulmányozni, meg olvassák el ezt is, vegyék a bátorságot, mert én egyébként, tehát én el tudom mondani azt, hogy én olvastam azt is, tehát én olvastam azt is, hogy előbb olvastam azt, mert ugye az már itt van, nem is tudom, 90-es évek eleje óta, tehát ők már egyből lefordították, és én a Maharishi kommentár az angolul is majd csak, nem is tudom, már meditáltam, szerintem legalább 8 év, majd akkor tudtam hozzájutni, és ugye hát, hogy angolul egyáltalán elolvassam. És tehát ilyen értelemben tudom azt is, hogy az ő verziójukban hogy van, mint van, merre van, sőt, mikor ezt fordítottam, volt, amit megnéztem, hogy ők minek fordították, ugye, mert ők még, mondjuk amikor volt bennem valami olyan, hogy melyik szónál, éreztem bennem, hogy megjelent három vetület is, megnéztem, hogy ők melyiket választották, mégis őknek is át kellett ezt hozni magyar nyelvre, akkor már megnéztem, hogy ha az, tehát hogy így nézegettem. Volt, amikor csak szimplán ugye nagyon tisztán megjelenik, akkor azt használja az ember, mondjuk ebben is ott van az eredeti szanszkrit is, tehát az is nagyon sok segítséget ad. Tehát ilyen értelemben én, meg, mint ahogy Maharishi szerintem, amikor készítette, ő is emlékszem rá, és tudom is, hogy a korábbiaknak is, Sankarának, tehát sok más fordítás is megnézte, hogy ki milyen, úgymond ilyen hullámzásokat nézett meg, úgyhogy már akkor ő tudta, hogy ő mit szeretne kiemelni, tehát amit mondtam, ezt a kapcsolót, hiszen azt a technikát hozta eleve is, ő is, meg a hagyományunk, ugye ennek a technikának szentelte az életét, Krisna óta. Tehát, hogy ez a Nistrogium Bavajon, lép túl a változásuk és a három guna mezején, mert ott van a Véda. És ott van a Vedanta, bocsánat, mert a Véda az a pulzálás, viszont az, amin alapszik ez az egész, az ott van mögötte, és oda menj be, és akkor egyből tisztán látsz minden. És ugye ő tudta, hogy ez a lényegi magva, és ugye ebből a szemszögből nézte meg a Bhagavad Gita-t, viszont megnézte, hogy a korábbi korokban, ahogy te nagyon jól mondtad, ugye a korhoz igazították, és akkor megnézte, hogy mivel ezeken a korokon túl vagyunk, akkor ezek már ki lettek hozva, és akkor, hogy ő ebben a műben már csak tényleg annyira utaljon azokra, hogy ez már ki lett hozva, és hogy teljesen a lényegnél tudjon maradni, mert viszont ennek a kornak meg most erre van szüksége. És ilyen értelemben nekik is olyan is szükség van erre, mert hogyha azt nem vették észre, hogy ott van ez a technika, akkor nyilván azzal a nagyon hozzá közeli, de egy másik réteggel tudunk menni, ami persze ugyanolyan hatásos, és ugyanolyan jó, meg ugyanúgy kifejti a hatását, de a kapcsoló még nincs fölkapcsolva. Ettől fel nem jelenti az, hogy mivel tanulmányozzánk, kifejti rájuk a hatásukat, és itt egy nagyon fontos másik tényt is szeretnék megvilágítani. Anélkül is kifejti a hatását, igen, hogy rájönnének igen, arra, hogy megmondom is, hogy miért. Mert ebben is benne van az eredeti szanszkrit átirat, és ők is tudják szanszkritul is olvasni, meg most beletettük latinbetűs átiratta. Tehát amikor most valaki elolvassa az eredeti szanszkritot is, annak viszont ma már tudományosan tudjuk, hogy egy nagyon fontos hatása. És ezek a hangimpulzusok valójában ennél a nyelvnél, és egyébként minden nyelvnél, de ennél a nyelvnél, tehát olyan idegpálya kapcsolatokkal állnak összefüggésben, tehát olyan idegpályákat stimulálnak, amelyek tehát ezek a nagyon ősi idegpályák, ami valójában azt tapasztalja,
Tehát azt tapasztalja. Ez a tapasztalás hozza meg. Így van. És tehát én értem, hogy én elolvasom az eredetét, akkor egy kicsit az én idegpályám azonosul, mondhatom azt, Krishna idegrendszerével, hiszen azokat a szavakat ő mondta. Tehát tőled hallottam egy előadásban, hogy az ősi... És ennek most csak egy pillanatban nagyon jó lesz a kérdés, szerintem. Tehát, hogy ennek van egy ilyen nagyon fontos fiziológiai hatása például, amit ugye most a Maharishi utódja, egy nagyon híres agykutató, ugye pont a védikus hangokkal kapcsolatban le is vezetett és igazolt. Tehát, hogy ezeknek van egy ilyen közvetlen fiziológiás hatása. És ugye Maharishi is azért tette be, akkor még ugye nem tudták a mi meditálóink sem, hogy ő ezt miért tette bele, ma már tudjuk, hogy miért van ugye ott tehát ez az átirat. És én értem, egy biztonsági tényező ott van, mert most bárki, aki tehát olvassa az eredeti hangokat is, ha tudja, ha nem, az az idegrendszerét elkezdi strukturálni. Ja. És előbb-utóbb, ha sokszor átviszi ezen magán, akkor ugyanúgy elkezd egyre jobban-jobban és jobban letisztulni benne. Annyi csak, hogy Maharishi annyi segítséget adott még, hogy azért ne sokat időzzél, rámutat arra az egy pontra, segít felismerni, hogy az az egy pont miért nagyon fontos, és ugye most rávilágít, hogy a jelenkorunk számára, nem csak a jelenkorunk, egyébként bármikor is, ez mindig fontos lesz. Az, hogy utána ennek a vetület az adott korban hogyan kerül alkalmazásra, mint gyakorlati dolog, az meg mindig az adott kornak lesz, amit feltette, hogy 2200-ban, vagy persze arra fogják vetíteni. Oké. Ugye, és akkor most visszaadtam. Visszaadtad a labdát. Egy előadásodban, pont itt Dunakeszin voltunk ilyen, ja, rócsón, igen. Számokra, nem a számokra, hanem az, hogy le tudták volna írni nagyon sokáig a védát, mégse írták le. Igen, nem úgy felolvasták, hanem ma úgy mondanánk, hogy kántálták. Recitálnak, ugye, ha elmész egy ilyen katolikus templomba. Magyar most azt mondja, hogy regőlés nálunk. Regélés, de kántálásnak is hívják, hogy folyamatosan, amikor kántálod, és akkor bemész, hogy hallgatsz egy imád. Pontosan ugyanerről van szó, hogy nem a szöveget figyeled, hanem azt az idegpályát stimulálja, amivel oda szeretnének hatni. Igaz? És arra hat, nem is, hogy szeretnék, arra hat. Arra hat, és akkor ezt minden újfajta judeo-keresztény vallás és ezeket a technikákat tökéletesen átvette, de valahol a gyökere meg mindent az ősi tudások környékén kell. És ez onnan is, hol már alapvetően ugye most már a tudomány nyelvén is, tehát tudjuk, hogy minden rezgés, csak ezeknek a rezgéseknek vannak ugye spektrumai. Uh-huh. És ugye ezek már a abszolútnak szó szint a rezdülései. Tehát minden, ami ennek a véda, minden az abszolút irányú, és az abszolútban zajló saját impulzusok vannak hangok formájában megjelenni. Tehát ezeket ugye úgy mondják a risik, úgy van a védákban, hogy ezt a risi meglátja. Tehát magyarul ez a tudás kinyilatkoztatja abban a tudatállapotban önmagát önmagának. És nem az van, hogy hosszú gondolkodás után csak valami beugrik, hanem így... Zolikám, az adás előtt ugye engem tanítgattál, hogy kell szépen kimondani, és akkor te is érdekes módon, tehát nem így fonetikus ejtetted, hanem legyen már ez az árszunk, hogy kell igazából a bakkavadik. Hát azt csak a panditok tudják, de hallottam nem egyszer így recitálni őket, és hát most egy kis terhet teszel rám, de ők egy picit másképp ejtik, és ők úgy ejtik, hogy Srimad Bhagavad Gítam. De Szvámitól is hallottam hasonlóképpen kétenét. Én nagyon köszönöm, remélem nem keltettünk senkikben ellentétet és ellenállás, és ezt most a Krishna hívőknek szeretném elmondani. Ez egy másik aspektus ugyanannak a szentírásnak, amit ők követnek. Érdemes Maharishi szemszögéből is nézni, mert mindenkinek azért az a célja, hogy önmagát meghaladja. Tehát, hogy náluk is azért valószínűleg. És az, hogy még Maharishi ugye itt a verseket is lefordította, és a fordításnál is csak tisztán, tehát a szó szerinti fordításra törekedett, hogy az is ilyen értelemben, tehát hogy a versek úgy abban maga tisztaságában legyen, és ebben egyébként együttműködött egy olyan akkornak egy ilyen nagy szanszkrit tudorával, aki ugye egy angol úriember, akivel Maharishi tehát évekig dolgozott ennek a műnek, és ő ebből írt annak a doktoriát. Dr. Vernon Katz. Dr. Vernon Katz, és úgy, tehát, hogy micsoda nem is az volt, hogy Maharishi fogta, és akkor leült, és ő leírta, hogy így kell lefújt ezt a versenem, megbeszélte egy olyan, és ráadásul nem is indiai, hanem egy nyugati olyan szanszkrit nyelv tudóssal, aki konkrétan ebből a műből írta a doktoriát, és akkor együtt fordították le, hogy mi lehetett, ugye Maharishi is ránézve segített, hogy mi lehetett ott az eredeti versekben, tehát ugye ezeknek a szónak, hogyha most keresünk mondjuk ők, akkor az angol, és a szövegben néha rá is tér, hogy a szanszkritban ez a szó, most ha az angolra akarnánk folytani, hát így ezt jelentené, de a mai tapasztalatokhoz igazítva igazából jobb, ha akkor ezt használjuk rá. Tehát még egy kicsit a műben átérezhetjük, hogy hogyan is történt ez az egész, mint a mi is a részesévé válnánk, hogy itt akkor most
tapasztalunk, le van írva, kezdjük érteni, és akkor, hogy ezt hogyan igazítjuk hozzá, hogy Zoli mondta itt a napi életünknek a dolgaiba. És egyébként Marisi később elültalált az zárszalom az én részemről, hogy ez a védikus pszichológia szakkönyve, tankönyve. Tehát ha beszélgetünk arról, hogy van pszichológia, tudomány, és akkor van olyan, hogy ennek a végső tudása, akkor van a védikus pszichológia, és a Bhagavad Gita az a védikus pszichológia kézikönyve, ami tehát teljes rálátást ad az emberi lélek minden aspektusára, a legtudatlanabb állapottól a teljesen megvilágosodott állapotig, és ilyen értelemben ez akár szakembereknek is egy. És utána Marisi ezt pszichológusokkal ugye át is dolgozza, hogy nézzék meg, hogy ez a tanítás, ami egy tökéletes tanítás is egyben, ami meg a mű végén van kibontva, tehát hogy ez nem csak egy szimpla tanítás, ez egy tökéletes tanítás, tehát hogy Krishna minden egyes mozzanata, szava használata, amit Arjunának, miért pont ezt használja, azt mondja, tehát egy tökéletes pszichét jelenít meg egyik oldalon, a másik oldalon is egy tökéletes lelki kölcsönhatásokat vázol fel, tehát ilyen nagyon érdekes dolgokat láthatnak benne az ember azon túl, hogy egyébként egy nagyon fontos ősi mű, az emberiség egyik legősibb műve, tehát már csak ilyen autentikusság szemszögéből is szerintem fontos érték, hogy jelen legyen. Mi a következő? Gondolom, hogy már gondolkozom azon, Zoli, hogy mi a következő, ami... Elég jól belekérdeztél. Épp ma írtam alá egy publikációs szerződést Marisinak egy másik nagy művére, a Léttudománya és az életművészete című könyvre. Ez már korábban megjelent egy másik kiadó gondozásában, de elfogyott, és azt is annó Dinóig fordították, de most azóta hoztak ki belőle angolul egy újabb kiadást, és a korábbi nyers fordítást alapul véve ugyanazzal a csapattal újra fordítva, újra ellenőrizve. Remélem, hogy szóval gondozzuk egy kicsit. Most már megvan a Gita, újra tördeljük. Összehangoljuk, mert ott is elhangzanak szavak, és akkor a szavak is, akkor legyen átfedés. Hát srácok, én nagyon köszönöm, meg gratulálok ehhez a kitartáshoz, meg ez a rengeteg munkához, amit szerintem nem fölösleges, mert ezeken keresztül tudjuk. Egyébként még volt egy másik nagy ötlet, ugye, mert ugye a vaszista jog az a Vedantának, és a Gita is a Vedanta felé hajló szövegegyüttes, ugye van egy végső eszenciája, ezt a krisnások, ezt is ugye lefolytották már, de annak is, tehát van egy ugye eredeti, teljesen tiszta pőre változata mindenféle kommentár nélkül, ez az úgynevezett Srimad Bhagavatam, és az olyan már erről is beszélgettünk, hogy majd érdemes lenni, tehát csak nyersen a Srimad Bhagavatamot mindenféle kommentár nélkül, mert az is olyan, mint a Yoga Vasista, tehát hogy maga a szöveg, a mű egyben önmaga kommentárja, tehát az már nem igényel kommentárt, az ilyen tömör verses dolgok igényelnek kommentárt, ahol a tudás ilyen sűrű kapszulákban átad, úgyhogy még ezen gondolkoztunk, csak hát az egy másik ilyen, nem tudom hány ezer oldal, úgyhogy hát majd igen, meg muszáj tudod fölépíteni, mert ahogy előbb is említetted, ugye például a Yoga Vasista nem egy olyan könnyű olvasmány, és muszáj, akinek ez egy túl nagy lépés, egy Vedanta tanulmányozása, azoknak például nagyon hasznos Maharishi Bhagavad Gita kommentár, mint egy köztes lépcső, hogy egy kicsit előkészíti. Tehát nem egy nagyon nagy lépcsőt kell lépnünk, hanem két kisebb lépcsőben. Aki néha úgy érezte, tudod, hogy egy kicsit elveszi a fonalat, nem tudja úgy követni, annak nagyon sok megértést és tapasztalatot tud adni. Ebből a szempontból sokkal könnyebb olvasmány. Köszönöm, és pont. Jó? Tehát, jó. Hogy a kiadó nevét még egyszer, aki csak ezt az adást nézni. A Vasista. Vasista kiadó. És a vasista.hu. Jó, ahol megrendelhető mindkét könyv. Így van. Igen, már csak interneten megrendeltük, tehát ez nem kerül be könyv. Nem kerül be könyvesboltba. Nagyon köszönöm, és remélem, hogy senkinek az érdekeit nem bántottuk ezzel a dologgal. És boldog a leülni egyszer velük beszélgetni. Beszélgettem is velük, hogy Debrecenben nekünk voltára. Te múltkor elvittelek valami kristens rendezvényre ott. Igen, is és meg ott így összeszerveződtek, és beszélgettünk, meg tudták, és akkor úgy kíváncsiak is voltak. Meg hát eleve már, tehát nekik egyből az már egy tiszteletet ad, hogy ugye van valaki, aki ugye lefordítja. Tehát ugye ez a lefordítás is azért igényel egy dolgot, ezt ők is tudják, és amikor már
valaki odáig eljött, tehát hogy ezt lefordított, és ezt ő fordította le, akkor tehát ez számukra sűn ugye egy tisztelet, mint hogy én tisztelem őket. Kéletes tudás transfer ezek a könyvek, amiket... Hogyne. És az, hogy tudják, hogy ezen az ember úgy megy át, miközben lefordítja, hogy ott nem tud elbújni az elő, hogy a Rubik kockáját átforgatja. Tehát ebből, ahogy Marsi mondta annak idején, hogy beugrottál a medencében, biztos, hogy csak vizesen jöhetsz ki, tehát ez is egy olyan, tehát ha már belementél, vizesen fogsz kijönni. Ez nagyon jó mondás volt akkor. Kedves nézőink, ez rátok is igaz, tehát hogyha egyszer beugrattatok a VNTV nézői közé, nem tudtok innen úgy távozni, hogy ugyanazok legyetek, mint akik beléptetek ebbe a műsorba. Ragályos. Ragályos. Megköszönöm megtisztelő figyelmet, köszönöm, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük. Önök korábbi adásainkat a www.vntv.hu vagy a YouTube megosztó portálján megtalálják. Viszontlátásra. Viszontlátásra.